Boris Johnson ellen ugye nem per folyik, tehát nem ilyen bűnügyi per, de Boris Johnson lemondott a képviselőségről Angliában, ezt gondolom talán bemondták itt is. Azért, mert vizsgálatot indítottak ellene, hogy megszegte a saját maga által hozott COVID előírásokat, vagy sem, kihozta a vizsgálatot, hogy megszegte, és akkor mindenféle büntetést akartak vele szemben foganatosítani. És inkább lemondott. Na most nem az a kérdés, hogy megszegte a saját szabályait, vagy sem, valamennyien tudjuk, hogy megszegte. És itt a kérdés nem is ez lenne egy normális vizsgálat idején, a kérdésnek annak kéne lennie, hogyha ő annyira féltettől a vírustól, és annyira biztos volt benne, hogy tényleg háromszor karantén alá kell helyezni az országot, tönkretenni több tízezer kisvállalkozást, tönkretenni emberek életét, stb. Ne is menjünk bele, bezárni iskolákat, gyerekeket megnyomorítani pszichológiailag. Ha ő azt gondolta, hogy ez a vírus ennyire halálos és veszélyes, akkor hogy lehet, hogy ő és a teljes társasága nem féltettől a vírustól, ha pedig tudta, hogy nem kell félni, akkor miért csinálta ezt az országgal? És ezt minden országban fel lehetne tenni, ezt a kérdést. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Háttérben, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm Hosszú Andrát, közgazdászt, jó napot kívánok! Az lenne a témája ennek a beszélgetésünknek, hogy az a fajta világrendváltás, amiről most már elég sokat beszélnek az elmúlt másfél évben, főleg az orosz-ukrán háborúhoz szoktuk ezt kötni, bár kérdés az, és felmerülő kérdés, hogy mennyire köthető ehhez, vagy mennyire csak most kezdtünk el erről beszélni. Tehát, hogy ennek a világrendváltásnak a gyakorlati lépései hogyan, hol láthatóak, akár a gazdaságpolitika területén, és akkor gondolom nem is nagyon lehet ezeket annyira szétválasztani, mert szokták mondani, hogy minden mögött pénz van, vagy mindig van valami érdek, valami haszon, valami profit, tehát még azok a döntések is akár, amik úgy tűnnek, hogy más területet szolgálnak, a mögött is lehetnek ilyen pénzügyi mozgatórugók. Ön mely ilyen területeket nevezné meg így első körben, amelyeket fontos állomásnak tart, vagy lépcsőfoknak ebben a folyamatban? Igen, hát a Great Reset, a világrendváltás, az most már folyik egy ideje, azt hiszem csak most vette észre az a kritikus tömeg, aminek a következtében most már mindenütt beszélünk róla, minden országban egyébként, tehát az emberek kezdik ezt észrevenni. És a világrendváltásnak, hogy egészen a filozófiai gyökerekig menjek vissza nagyon röviden, valóban pénzügyi okai vannak, mint majdnem mindig mindennek, de ugyanakkor vannak azt hiszem emberi okai is. Tehát pénzügyi okai vannak egész egyszerűen azért, mert van egy uralkodó gazdasági politikai osztály, egy uralkodó osztály, ez a globális uralkodó osztály, amelyik szeretné megtartani a saját kivételezett helyzetét. Márpedig az elmúlt évtizedek gazdasági politikai folyamatainak eredményeképpen óriási tömegek szegényedtek el, és amikor nagy csoportok szegényednek el egészen kétségbeejtő módon, akkor elképzelhető, hogy forradalmat próbálnak kirobbantani, tehát segíteni akarnak magukon és megváltoztatni az uralkodó rendet. Feltétlenül a gazdasági rendet, de nagyon sok embernek elege van az úgynevezett kulturális forradalomból is. Nem jó név egyébként, hogy kultúrharc, mert egészen másról van szó, de így hívják, tehát hívjuk így mi is. Az embereknek ebből elegük van. Na most ezeket a társadalmi zavarokat elkerülendő, kell megváltoztatni a világrendet. Úgy kell megváltoztatni, hogy a jelenlegi globális uralkodóosztály megtartsa a hatalmát, mind gazdaságilag, mind politikailag, mindenki más pedig olyan helyzetbe kerüljön, hogy még csak lehetősége se legyen javítani a sorsán, hanem hát tulajdonképpen szolgasorsban éljen, ha bár ezt nem így hívják. Na most ennek a gazdasági része, azt látjuk tulajdonképpen a háború révén is, meg látjuk az országokban kialakult gazdasági helyzetben is. Tehát az, hogy mondjuk beszéljünk a transatlanti térségről, tehát Észak-Amerika és az Európai Unió, eléggé hasonlóak a gazdasági problémák, ha Amerika nincs is annyira rossz helyzetben, mint az Európai Unió, de óriási államadósság van, igen komoly infláció van, és hatalmas tömegek
süllyedtek szegénységbe, de olyan szegénységbe, hogy itt nem olyanokról beszélünk, akik nem akarnak dolgozni, vagy betegek, és nem tudnak dolgozni, vagy kábítószer problémájuk van, hanem olyan rétegekről beszélünk, akik dolgoznak. Teljes munkaidőben dolgoznak, és mégsem keresnek annyit, hogy el tudják látni a családjukat. Na most, amikor ez előáll, azért ott gazdaságszerkezeti probléma van. Tehát a munkaerő beárazásával, hogy ezt a csúnya szót használjam, vannak alapvető problémák, és ez egyenes következménye az elmúlt évtizedek neoliberális gazdaságpolitikájának. Na de hogyan lehet megfogni ezeket a rétegeket? Mire gondol itt, amikor azt mondta, hogy hát ugye az elszegényedés miatt lehetnének úgymond forradalmak vagy felkelések, mert láttunk már ilyet a történelemben. Olyan. Mivel lehet mégis ezt elkerülni a hatalomnak, vagy azoknak, akiknek ez nem érdeke? Hát kétféleképpen lehetne elkerülni. Az egyik módja az, ami az uralkodó osztálynak nem érdeke, hogy változtasson a gazdaság szerkezeten és a gazdaság működésén úgy, hogy az elszegényedett rétegek is megfelelő életmódot tudjanak folytatni. Tehát úgy becsüljék meg a munkájukat, hogy megkeressék azt a pénzt, amiből tisztességesen, emberhez méltó módon meg lehet élni, és egy családot fel lehet nevelni. Na most ezt nem akarják, már csak azért sem akarják, mert megint ugye gazdaságfilozófia, ha csak a nyelvet követjük, hogy azelőtt voltak munkaügyi kérdések, igaz? És munkaügyi minisztériumok, és volt munkaerő. Most már nem munkaerő van, ugye, hanem emberi erőforrás. Most ezt azért mondom, és human resources, ugye ebből fordítottuk magyarra, mert a termelésben vannak tőketényezők, és vannak erőforrás tényezők. Ugye a tőke az egy alapja a kapitalista termelésnek, az emberi erőforrás az pedig az élő tényező. De ugyanazon a szinten kezeljük mind a kettőt. Csak itt pénztőkéről van szó, itt emberi tőkéről van szó, és minél olcsóbban jutunk hozzá az emberi tőkéhez, az emberi munkaerőhöz, annál nagyobb lesz a haszonrés, tehát a részvényesek annál nagyobb hasznot tudnak elkönyvelni maguknak. És ez nagyon bejött az elmúlt évtizedekben, hiszen minden rendelkezés és minden törvényi fejlemény ezt a célt szolgálta, hiszen nézzük meg, hogy hogyan alakultak a jövedelem viszonyok az elmúlt évtizedekben. A tőketulajdonosok hatványozottan megtöbbszörözték a jövedelmüket, és ebből következően a vagyonukat, míg a bérből, fizetésből élők jövedelme stagnált. Jóformán nem nőtt az elmúlt évtizedekben. Tehát az olló a kettő között az nagyon kinyílt. Na most nyilván ezen nem akarnak változtatni, de hogyha nagyon sok ember van, és ezért jön, hogy túlnépesedik a föld, ha nagyon sok ember van, és ennek a nagyon sok embernek jelentős része nem tud tisztességesen megélni a munkájából, vagy nem jut neki munka, akkor várhatók azok a társadalmi zavargások, amiket szeretnének elkerülni. És ezért szükséges a Great Reset, a nagy újraindítás, és azért, mert ennek az uralkodó osztálynak a fejében van egy olyan filozófia is, hogy végül is azok az emberek, akik nem gazdagodtak meg ilyen látványos módon, azok valahol nem is érdemlik meg azt a fajta életet, amit szeretnének, mert kivételezett egyéneknek tartják magukat. Ezt legjobban egyébként John Kerry, valamikor amerikai külügyminiszter volt, most pedig a klímaváltozásért felelős utazó nagykövet, mindig magángéppel utazik egyébként, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva az általános éghajlatváltozáshoz. Ő mondta a davoszi találkozón most januárban, az év elején, beszédet mondott egy ülésen, és azt mondta, hogy ez valami egészen rendkívüli, hogy ők, az emberek egy kis kiválasztott csoportja, kiválasztottak, itt vannak, és arról tanácskoznak, hogy kell megmenteni a bolygót.
És ezt azért említem, mert azért ez egy nagyon erős kifejezés, hogy ők kiválasztottak. És ők a kiválasztottak, majd megmondják, hogy mit kell csinálni. Hát látunk már ilyet, amikor valakik azt gondolták magukról, vagy volt egy ilyen tudatuk, hogy kiválasztottak. Hogyne. Tehát az nem mindig sült el jól, és akár most itt az a gyarmatosításra gondolok. Legtöbbször nem sült el jól, igen. Igen. Tehát ez történik, és ennek a nagy újraindításnak sok eleme van. Tulajdonképpen látjuk az elemeket a napi életünkben, a napi politikai történésekben. Ha valaki, nem tudom, hogy lefordították-e magyarra Klaus Schwab könyvét, ami 2020-ban jelent meg, amikor a COVID járvány kitört, és az a címe, hogy COVID-19, ugye COVID-19, ugye a nagy újraindítás, innen jön maga ez az elnevezés, amit azért nem vidám olvasmány, és én sem jókedvemből olvastam el, csak azért, mert kíváncsi voltam rá, hogy mégis mit ír le, és ott ő leírja pontosan, hogy itt az egész emberiség gondolkodását kell megváltoztatni, és egészen más paraméterek mellett kell az életet felépíteni. A gazdaságot, a környezethez való viszonyt, az emberi kapcsolatokat, a mezőgazdaságot, tehát mindent, az ember életének minden aspektusát, és még azt is leírja valahol, hogy a COVID-19 kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a nagy átalakulást végrehajthassuk. Azt is leírja, hogy amit egyébként Milton Friedman mondott évtizedekkel azelőtt, ugye a nagy pénzügyi szakember, hogy soha nem szabad egy válságot hagyni következmények nélkül elpazarolni, mert a válság mindig alkalmat ad arra, hogy nagy társadalmi változásokat hozzunk létre. És ez történik. És ebbe a nagy átalakításba tartozik a tömegvándoroltatás, ugye a migráns helyzet, a WHO kép, ugye a világ egészségügyi intézet által képviselt és vezetett tulajdonképpen egészségügyi diktatúra kialakítása globálisan. Ide tartozik a teljes klímaválság és az ehhez kapcsolódó intézkedések, amikkel csökkenteni akarják az emberek mozgási lehetőségét, akár repülővel, akár autóval, hát ezt látjuk. Ja? Ide tartozik a mezőgazdaság gyökeres átalakítása. Ami tehát összefügg ezzel a klíma. Igen, mert ugye a magyarázat az, hogy a mezőgazdaság, és abból is főleg az állattenyésztés, a felelős, a káros széndioxid és nitrogén kibocsátásokért, tehát le kell csökkenteni, vagy meg kell szüntetni az állattenyésztést, ehelyett egyenek az emberek szintetikus élelmet, és a szintetikus élelmet előállító vállalatokban hatalmas részvénytulajdona van Bill Gatesnek és a többi milliárdosnak, akik érdekeltek ebben a folyamatban, és egyenek az emberek bogarakat. Az, tehát már úgy tudom, Magyarországon is van katona légygyár, ami hát remélem, hogy exportra termelés nem velünk akarja megetetni, de ilyen sok van már, és hát az Európai Élelmezési Hatóság azt hiszem tavaly jóvá hagyta, hogy bizonyos bogarakat vagy rovarokat lehessen élelemben. És nem muszáj feltüntetni, és ha jól tudom. És nem muszáj feltüntetni. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk, hogy mit veszünk és hol veszünk, hogyha nem akarunk ilyesmit. Rovarfehérjét tartalmat nem kell feltüntetni. Igen, mert ugye a fehérje tartalom miatt ez majd tökéletesen kiváltja a húst. Tehát látjuk a teljes... Ja, és az, hogy tulajdonképpen milliárdosok felvásárolják a földet, a termőföldet. Hát ugye Bill Gates az egyik legnagyobb földtulajdonos már Amerikában, de nem ő van egyedül, és ezt mindenütt látjuk egyébként. A cél a kis- és középvállalkozások megnyírbálása, a számuknak a lecsökkentése, és nagy multinacionális vállalatok fogják uralni, reményeik szerint, a gazdasági teret. Mert ugye nagyon érdekes, a kis- és középvállalkozások, azok bizonyos fajta gazdasági önállóságot képviselnek. Ugye nálunk mit csináltak az elvtársak, amikor
a szovjet csapatok elfoglalták Magyarországot ugye a második világháború végén. Mindenkitől elvették a kis vállalkozását, és itt nem csak a nagy gyárakról beszélünk, hanem a cipésztől, a kis cipész üzletét, ugye, és az lett osztályellenség, akinek volt egy pár holdja, az lett kulák, és úgy szintén osztályellenség, mert akinek ilyenfajta üzlete van, az bizonyos fajta gazdasági önállóságot jelent, választási lehetőséget jelent, és az azt jelenti, hogy nem lehet annyira kordában tartani sem a tevékenységét, sem a gondolatait. Tehát ez egyenesen a diktatúra felé vezető út. Ez megnyilvánul a teljes klímaválságban, és hát az úgynevezett kultúrharcok, ez azt hiszem az amerikai elnevezésből jött, de hát itt tulajdonképpen egyfajta filozófiai terrorról van szó, ami megnyilvánul az egész gender. Én nem is tudom magyarul, hogy mondjuk ezt ugye a nemiséggel összefüggő. Hát átvettük ezt az amerikai kifejezést. Igen, én nagyon nem szeretem, de hát azért, hogy mindenki megértse. Tehát ugye a szexuális preferenciákkal kapcsolatos harcok, hogy ugye tulajdonképpen ünnepelnünk kell azt a fajta másságot, ami a BBC szerint több mint százféle módon létezik. Tehát a BBC azt állítja, hogy az angol Broadcasting Corporation, a BBC azt állítja, hogy nem férfi és nő van, hanem százvalahány lehetőség van. Én ezt még így felsorolva nem láttam, és kicsit kételjeim vannak, de lényeg az, hogy szerintük van, aki ezt tagadja, az náci, fasiszta, homofób, minden, amit el lehet képzelni, és ezt azért kell csinálni, mert ugye ez kiváló módja annak, egyrészt, hogy a természetes rendet megbontsuk, másrészt annak, hogy embercsoportokat egymásnak uszítsunk. Nézzük meg, hogy mit csinálnak ezekben az úgynevezett kulturális harcokban, ugye nagy etnikai csoportokat szabadítanak rá országokra, másféle etnikai csoportokat. Tehát harmadik világbeli bevándorlók jöjjenek tömegesen Európába és Amerikába, de millió számra, tehát hatalmas tömegekben, és ugye ezek a tömegek teljesen idegenek az őshonos lakosság etnikumától, vallásától, kultúrájától, temperamentumától. Ezzel fel lehet bomlasztani egy országnak a szövetét, ugye egy koherens országnak a kultúráját, és ez egy csodálatos dolog. Egyrészt, mert ezek a bevándorló tömegek az aktuális politikai elitre fognak szavazni, vagy legalábbis ők ezt gondolják, nem biztos egyébként egy idő után. Másrészt pedig valóban meg lehet bontani egy országnak az egységét, az összetartását, a homogeneitását. És ez szitok szó egyébként már az Európai Unióban. Mi az, hogy homogén ország? Ugye? Hát ez rettenetes. Ez borzasztó. Hagy idézzem Peter Sutherland, nem tudom, hogy ez a név mond-e valamit a magyar közönségnek. Peter Sutherland ír politikus volt, aki a 90-es években a WTO-nak volt a világgazdasági intézetnek volt a főigazgatója. Nagy, őt úgy hívják, hogy a globalizmus apja, szülőatya. Hát nem ő volt a szülőatya, de kétségtelen, hogy nagyon fontos alak volt ebben az egész globalista mozgalomban, politikai mozgalomban. És amikor otthagyta a világgazdasági intézetet, akkor a Goldman Sachs amerikai, aminek a nevét nyilván mindenki ismeri, Goldman Sachs amerikai bank elnökségébe került, és az ENSZ főtitkár Kofi Annan 2000-es évek közepén felkérte, hogy legyen ő a migrációval kapcsolatos felállított központnak a vezetője, kutassa azt, hogy a migráció, a bevándorlás miért nagyon jó az országoknak. Tehát nem az volt a kérdés, hogy jó vagy rossz, hanem hogy miért nagyon jó, és hogy lehetne már akkor, figyeljünk oda a 2000-es évek közepén, hogy lehetne elérni azt, hogy mondjuk az európai országok egységesen kezeljék a bevándorlást, tehát ne különböző folyamatok legyenek, hanem ez egy egységes folyamat legyen mindenütt. És őt 2012-ben behívták a Lordok házába,
Londonban, hogy nyilatkozzon a tevékenységéről, és hogy mi a véleménye. És ott olyan beszédet mondott, amitől még az egyébként elég hidegvérű lordok is teljesen elhűltek, és azt mondta, hogy az ország demográfiai egységének a megszüntetése az egyrészt kívánatos, másként elkerülhetetlen. Vegyenek példát Új-Zélandról és Ausztráliáról, ezek az országok bevándorló országok, ez sem igaz egyébként így teljesen, de ott ők befogadják a bevándorlókat, és csak itt Nagy-Britanniában gondolják még mindig azt az emberek, hogy ők másfélék, és nem akarnak keveredni máshonnan jött etnikumokkal és kultúrákkal. De Ausztráliában is most már vitákat generál a migráció. Most már mindenütt, de ő kijelentette, hogy a multikulturális és multietnikumú ország kialakításának nem lehet akadályt állítani, ez szükséges, és kívánatos dolog. Na most ebből következik, és ez jön tovább, ugye ez fejlődik, ez a vonulat, és hát látjuk, hogy mi történik, igaz? Hát most már Európát is elöntik a migránsok, Nagy-Britanniát teljesen. Jó, nem teljesen egységesen, tehát foltokban nyilván London körül, meg a nagyvárosok körül sokkal nagyobb a bevándorlóknak az aránya. De hogy ez mennyire, milyen mélyen megy vissza egyes politikai körökben, még egy szerzőt szeretnék idézni. Egy francia filozófus, akit úgy hívnak, hogy Bernard Bünteau, aki érdekes könyveket ír, és néhány évvel ezelőtt írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Les Collabos, l'Europe Nouvelle, tehát a kollaboránsok és az új Európa. És arról ír, igen részletesen, nagyon érdekes a könyv egyébként, hogy a két világháború között, a harmadik Reich, ugye a német Reich idején, francia és belga intellektuelek, hát ugye a hangadó értelmiségiek közül nagyon sokan örültek a németek előretörésének, üdvözölték a német hódítás gondolatát, mert azt mondták, hogy Európát egységesíteni kell, nincs szükség nemzetállamokra, itt egy kormány, egy világkormány, egy Európa, és hogyha náci Németország ezt az egységesítést végrehajtja, akkor ez egy üdvözlendő dolog. Na, visszakanyarodok egy picit a migrációhoz, ugye ennek vannak most aktuális folyamányai, ugyanis a belügyminiszterek tanácsában történt egy szavazás, az Európa intézményrendszer egy része, és csak Lengyelország és Magyarország szavazott ez ellen a tervezet ellen, és hát Magyarországon azért viharokat kavart maga a hír is, hiszen Magyarország kerítést épített, jogi és műszaki határzárral próbálta megvédeni az országot attól, hogy hát nyakló nélkül jöhessen bárki, és hát ez nálunk ez már egy, hát majdnem közel 10 éves harc, mióta ugye Magyarország ebbe a harcba benne van, viszont ugye nagyon sokan érvelnek a migráció mellett. És akkor ez lenne az egyik kérdésem, hogy mi a véleménye erről, hogy a migrációra azért van szükség, mert hogy demográfiailag az európai országok előregedőben vannak, ez Magyarországra is sajnálatos módon jelenleg még igaz, hogy nem túl jók a számaink, és hogy munkaerő hiány lesz, nem fogják, tehát a gazdaságra jó igen. Hatással van a vérfrissítés, szokták így is mondani. Elég alapos frissítés, igen. Azt is olvastam, hogy például Nagy-Britanniában most itt a Brexit után probléma is, hogy ugye nagyon sok olyan állás, amit eddig bevándorlók, vagy ilyen ideiglenes munkavállalók töltöttek be, mosogató, pincér, ilyen kisegítő munkákra most nem találnak embert, mert hogy megszűnt az a fajta szabad munkaerő áramlás, ami eddig volt, és érdekelne, hogy önnek mi az érve ezzel szemben, hogy ő, mint gazdasági szakember, hogy látja ezt, hogyan lehetne ezt megoldani, ha nem migrációval? Kezdjük ott, hogy ez az érv, amit felhoznak. Tehát senki, egyetlen politikus sem azt fogja mondani, hogy kérem, szeretnénk, hogyha minél több harmadik világbeli bevándorló jönne azért, hogy felbontsuk az egyébként homogén társadalom szövetét. Ezt senki nem fogja mondani, hanem ezt a gazdasági érvet mondják el, amit ő most említett, hogy nincs elég munkaerő, szükség van a bevándorlók munkájára. Na most, ez azért nem így van,
mert nem azért nincsen elég munkaerő, mert nincsen elég ember. Tehát mondjuk ez nyilván országonként változik, hanem azért, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy olyan hihetetlenül rosszul keresnek emberek bizonyos foglalkozási körökben, hogy egyszerűbb segélyért folyamodni és abból élni, vagy pedig feketén csinálni valamit. Mert egyszerűen nem tud megélni a munkájából. Tehát ha javítanánk az embereknek a jövedelmi helyzetét, tehát megfizetnénk a munkájukat magyarul, akkor mindjárt nem lenne ilyen munkaerőhiány. Nagy-Britannia az egy egészen különleges eset, mert ugye ők évtizedek óta arra számítottak, hogy a munkaerő problémájukat bevándorlással oldják. Meg ez a második világháború óta így van. És amiről ők most azt mondják, hogy munkaerőhiány, az egyrészt abból adódik, hogy a kelet-európai térségből oda menő, mondjuk idénymunkások, gyümölcsszedésre, zöldségaprításra, az elfekvő otthonokba, kórházakba, tehát ilyen területeken dolgozó emberek kevesebben mennek oda. Kevesebben mennek, nincsenek annyian, és nem lehet őket annyira olcsón kifizetni, mint egészen a Brexit előtti évekig. Az, hogy azért kell bevándorlás, hogy a munkahelyeket feltöltsék, ez egyszerűen nem így van. Tehát olyan munkanélküliség, amiről beszélnek, hogy egyszerűen nincsen munkaerő, olyan nincsen. Olyan van, hogy emberek nem mennek el ennyiért dolgozni. És hogy ez mennyire így van, ugye sztrájk hullám van Nagy-Britanniában, ez most már tulajdonképpen tavaly óta tart. Az orvosoktól kezdve a nővérekig, a vasutasokig, a jogászokig mindenki sztrájkol. Ki ekkor, ki akkor, és ugye a kormány eleinte nem akart velük tárgyalni. Egész egyszerűen nem ült le tárgyalni, például a nővérekkel. Akik azt mondták, hogy infláció van, hát ugye 10%-ot meghaladó infláció van, mi nem kaptunk béremelést évek óta. Hát ugye tulajdonképpen fizetéscsökkenést szenvedünk el évente, és ez tényleg így van. A kormány nem akart velük tárgyalni egyáltalán. Sőt, az egyik konzervatív párti nagyság, hogy is hívják? Navázi, azt hiszem, nem jut eszembe a neve, arab neve van, azt mondta, hogy a nővérek ne kérjenek fizetésemelést, mert ezzel Putyin malmára hajtják a vizet, üzenjenek Putyinnak, hogy nem kérnek fizetést. Nem viccelek, ez elhangzott. Ez nem egy gyerekkönyvben volt, vagy egy szatirikus újságban. Ez elhangzott, hogy ne kérjenek fizetésemelést. És ezt mindenkiről elmondják, és persze azok a dolgozók tudnak fizetésemelést követelni, amelyek szakszervezeti háttérrel rendelkeznek. És azért követelnek fizetésemelést, mert nem keresnek eleget, és főleg ilyen infláció és ilyen gazdasági körülmények mellett. Tehát ez így nem igaz, hogy fizikailag nincsenek emberek, és nincsen munkaerő, nincsen megfizetett munkaerő. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ömlenek a bevándorlók Nagy-Britanniába. Ömlenek. Tehát azok után, hogy az emberek megszavazták a Brexitet, egyrészt azért, hogy megszabaduljanak a tömegbevándorlástól, amit úgy gondolták az EU erőltet rájuk, többen jönnek, mint azelőtt. Többen jönnek, mint azelőtt. A miniszterelnök, Rishi Sunak egy hete mondott egy beszédet, hogy 20%-kal csökkentette a bevándorlók érkezését. Ez egyáltalán nem igaz. Tavaly rekordszámban 600 valahány ezer nettó bevándorló, tehát ha összeadjuk a kivándorlókat, bevándorlókat, több mint 600 ezer bevándorló érkezett legálisan, és az idén 10 000-nél több illegális bevándorló, akiről tudnak a csatornán. Csak az elmúlt 3 napban több mint ezer 3 nap alatt illegális bevándorló érkezett a csónakokon. Hát ha ennyi bevándorló érkezik, és annyi van, hogy a kormány szállodákat és hajókat foglal le, hogy ott helyezze el ezeket a migránsokat, amíg az ügyüket elbírálják, ami most már több évig tart, hát akkor
akkor nem arról van szó, hogy nincs ember. Hát ott vannak ezek a migránsok, és mégsem tudják velük megoldani a munkaerő problémát. De egyáltalán nem erről van szó. Azért van szükség a bevándorlásra, hogy felhigítsák az országok lakosságát. Na most Magyarország, ez rettenetesen fáj mindenkinek, hogy ez a közép-európai térség még mindig homogén viszonylag. Ugye nálunk pedig az hiszem a múltkori beszélgetésünkben talán utaltam rá, hogy innen elment kérem több százezer ember külföldre. Ami nem baj, menjenek el külföldre, tanuljanak, dolgozzanak, jöjjenek haza. Kint lehet tanulni, tapasztalatot szerezni, kapcsolatokat szerezni, tőkét szerezni, valamennyit, jöjjenek haza és dolgozzanak. Azért nem jönnek haza, aki nem jön haza, mert nincsenek olyan gazdasági körülmények, amik miatt érdemes lenne neki hazajönni, és biztosítva látná a családja és a gyerekei jövőjét. Itt van a probléma. Itt nem arról van szó, hogy akkor most nekünk Pakisztántól kezdve mindenhonnan különböző etnikumú, vallású embereket kell behoznunk, és majd ők fogják ellátni a munkát. Nem. A magyarokat kell megfizetni, és olyan gazdaságszerkezetet létrehozni, hogy egy magyarnak érdemes legyen a saját országában dolgozni. És ez vonatkozik az összes többi országra is. Nem akarok elveszni a részletekben, mert még van itt pár téma, amit mindenképp szeretném, ha kicsit részletesebben tudnánk átbeszélni, de ha már béremelés, ugye itt nekünk magyar tapasztalataink vannak, hát nem olyan régen, amikor egy picit próbálták emelni például a minimálbért, akkor abból akkora cirkusz volt, mert a kis és közepes vállalkozások, tehát a vállalkozói szektor, illetve a hozzájuk kapcsolódó szakszervezet teljesen ki volt akadva, hogy ők ezt nem fogják tudni kifizetni. Hogyan lehet például ezt akkor megoldani, hogy tényleg az ember ne évére dolgozzon, de ott van ugye a gazdaságnak az a része, akinek meg ezt ki kéne tudnia termelni saját magából, és azért a magyar vállalkozások sajnos nincsenek annyira jó állapotban. Hát igen, és egyébként azt hiszem talán a múltkor is említettem, de elmondom újra, mert ez egy nagyon fontos momentum, hogy az iparkamara elnöke azt nyilatkozta tavaly ősszel, hogy egyáltalán nem támogatjuk a minimálbér emelést, mert Magyarországnak a mai napig, 30 évvel a rendszerváltás után még mindig az olcsóság a versenyelőnye. És azt hiszem, azt mondtam, hogy ha ez 30 év múlva még mindig így van, akkor itt semmiféle versenyelőnyről nem beszélhetünk, hanem gazdaságszerkezeti probléma van. Na most nyilván én megértem a magyar kis- és középvállalkozásokat, mert ebben az országban kettős vállalati rendszer van, hát ezt mindenki tudja, ugye vannak a nagy külföldi multinacionális cégek, és vannak a meglehetősen küszködő magyar vállalkozások, nyilván nem mindegyik küszködik, tehát nem lehet teljesen egy kalap alá venni, de mondjuk, ha nagy madártávlatból nézzük a képet, akkor ez így van. Tehát azt kell átgondolni, hogy mi egy gazdaságnak a versenyelőnye, és hogy vajon az olcsóság-e az, ami egy ország gazdasági erejét és gazdasági helyzetét javítja. Nem az olcsóság. Hogy mit értek az olcsóság alatt? Megint angol példát mondok. A Brexit után a tori politikusoknak egy része azt mondta, minden szabályt félre kell tenni, teljesen megnyitni az országot, szabad kereskedelem mindenfele. És milyen jó lesz, mert akkor majd jönnek a nagyon olcsó ázsiai termékek, ugye Kínából, Indonéziából, stb. És az nagyon jó, mert akkor a szegény emberek nagyon olcsón tudnak venni importált ruhát, cipőt, ennivalót, használati tárgyat. Na, ebből nem lesz gazdagság. Ebből nem lesz gazdagság, hanem ugye a helyi ipar sorvad el teljesen, mert hiszen nem tud versenyezni ezzel a tömeg dömpinggel, ami beérkezik az ázsiai országokból, és ezeknek az embereknek, akik a jövedelem létre alján vannak, nem lesz jobb sorsa, hanem kevesebbet fizet az ételért, milyen ételért, nem a bio ételért, nem a valóban tápláló, jó minőségű élelemért, hanem ami bejön, ilyen-olyan, génkezelt, nem génkezelt, ilyen minőségű, olyan minőségű, és ugyanez vonatkozik az összes többire. Tehát az olcsóság az önmagában véve nem segít. Nem segít egyáltalán, hanem az egész gazdaság szerkezetet kell átnézni, és ez az idő most nem elég arra, hogy ezt lépésről lépésre elmondjam, mert ez egy egész komoly gazdaság szerkezet átalakító program kell, hogy legyen, aminek nagyon sok eleme van. De nem lehet az olcsóság szempontjából nézni, és nem lehet abból a szempontból nézni, hogy nagyon olcsón adom a magyar munkaerőt, és akkor idejön sok külföldi, nagyon olcsón foglalkoztatja a magyar munkaerőt, és ebből minden
mindenki jól fog élni. Ha ez így lenne, akkor mostanra már nagyon jól élnénk. De nem élünk olyan nagyon jól. Hát van egy réteg, amelyik nagyon jól él, de az ország maga, és mint makroökonomia nem. De ezt azzal, hogy nagyon sok harmadik világbeli, esetleg félmarék rizssel olcsóbb munkaerőt hozunk be ide, azon nem segítünk a gazdaság szerkezeti problémán, viszont létrehozunk olyan társadalmi belső feszültséggócokat, amik egészen elborzasztó hatással vannak egy ország életére, ezt én látom Nagy-Britanniában, ahol valóban nagyon komoly problémák vannak, és nézem Franciaországban, ahol egészen elképesztő belső társadalmi feszültségek, konfliktusok vannak napi szinten. Úgyhogy vannak olyanok, akik nem érzik magukat biztonságban, közösségek bomlanak fel, reménytelen helyzetek, mindegy, nagyon sok aspektusa van ennek. Ez a lehető legrosszabb megoldás, amit el lehet képzelni. De hát mi a véleménye erről az egész migráns paktumról olyan szempontból, hogy ezek a következmények a 2015-ös migrációs nagy hullám után ma már láthatóak, amiket ön is mond? Hogyne. Mégis az erre a válasz, hogy nem az, hogy ezt próbáljuk meg megváltoztatni, valahogy oldjuk meg a helyzetet, találjunk ki valami megoldást, hanem akkor szórjuk meg, vagy szórjuk szét, vagy terítsük a problémát, hogyne? És akkor ránk kisebb hárul, és mondjuk olyan országok is, mint Magyarország, Lengyelország, illetve a kelet- és közép-európai régió, akik próbáltak ebből valahogy kimaradni, igen, vállalták a büntetéseket, és akár, igen, pénzügyi büntetéseket emiatt, most akkor oda importáljuk ezt a problémát. Persze, de hát ez pontosan annak a folytatása, amit a beszélgetésünk kezdetén mondtam, hogy ez egy nagyon régi terv, ez a tömegbevándoroltatás, és az, hogy Európát egységesíteni kell méghozzá úgy, hogy egy ilyen vegyes lakosság alakuljon ki, vegyes lakosság, akkor nincsen nemzeti kohézió, akkor nincsen nemzeti ellenállás, hanem különböző etnikumú, vallású, mondjuk egyszerűsítsük le, embercsoportok küszködnek egymással egy térségen belül, mondjuk egy egységes európai térségen belül, és akkor nagyon könnyű őket irányítani. Hiszen miért van ez az identitás politika, ugye, akár vallás, akár szexuális preferencia, akár etnikai hovatartozás mentén. Ezt szándékosan nézzék meg, hogy hogyan alakultak ki ezek a dolgok, ezek mind szándékosan történnek, szándékosan szított, úgynevezett identitásharcok, ugye minden csoport a saját identitásáért küzd, a többi ellen és a többi rovására. Az ilyen embereket nagyon könnyű egymásnak uszítani, és nagyon könnyű irányítani. És az, hogy Magyarországon, Lengyelországban és a többi közép-európai országban viszonylag homogén társadalmak vannak, ez nem jó, hiszen a nemzetállamot is meg akarjuk szüntetni, igaz? Hát elmondják, és most már nagyon régen mondják, a nemzetállam az egy gonosz dolog, a nemzetállamot meg kell szüntetni. Ahogy Peter Sutherland mondta, ugye multikulturális, multietnikus, multivallású, ha már vallás egyáltalán kell, országoknak kell létrejönnie, mert ezeket lehet jól irányítani. Hogyan illeszthető be ebbe a képbe a világegészségügyi szervezetnek bizonyos lépései? Ugye a WHO nemrégen fogadott el, de ebben majd kérem a segítségét, mert az az igazság, hogy magyar nyelven nem nagyon lehetett ezt a hírt megtalálni. Lehet, hogy többet tud ön róla, nem tudom, hogy az angol sajtó mennyire tárta fel. Igen. De hogy egy ilyen globális egészségügyi szerződés, vagy minek nevezzük hát ezt? Ugye, ezek a tárgyalások a világgazdasági WHO, ugye World Health Organization, világ egészségügyi szervezet, ő kulcs szerepet játszik ennek a nagy újraindításnak a létrehozásában. Ez egy kulcsintézmény. Méghozzá ugye hatalmas hátszelet kaptak a COVID-dal, amiben nem éppen dicsőséges szerepet játszottak, mert egyszer ezt mondták, egyszer azt mondták, teljesen tudománytalanul attól függően, hogy a napi politikai szelek merről fújtak, és hát magának a WHO vezetőjének sincsen különösebben jó hírneve a világban, már csak az etiópiai múltja miatt sem, ahol több kolera járvány fölött elnökölt, anélkül, hogy ezt bejelentette volna, vagy segített volna rajta. Ezt a sajtóból tudom nyilván. De ami ezt illeti, a WHO két nagy fába vágta a fejszéjét. Két
rendelkezés csomagról van szó. Az egyik, ami már régen létezik, az International Health Regulations, ez a nemzetközi egészségügyi előírások. Ez már a 70-es években volt, ez az, ugye mint az ENSZ, a WHO is egy ilyen nagy nemzetközi szervezet, és 70-es évek óta azt hiszem létezik ez a szabálygyűjtemény, amit aztán 2005-ben felújítottak, és most újra fel akarják újítani, tehát új rendelkezéseket akarnak betenni, illetve régieket átírni, mind úgy, hogy az egy egységes, globalizált, úgynevezett egészségügyi rendszert hozzon létre, természetesen a WHO vezetése és elnöklete alatt. A másik, amin dolgoznak, az az úgynevezett járványügyi szerződés, ami egyenesen a COVID-hoz kapcsolódik, Pandemic Treaty, ugye a pandémia szerződés, amit a jövőben feltétlenül és mindenképpen bekövetkező nagy nemzetközi járványok kezelésére akarnak létrehozni. Ezt ők egy globális, teljesen egyforma szabványokat megállapító rendszernek szánják, ugye 100-valahány ország tagja, majdnem 200 a WHO-nak, azt akarják, hogy mindenki írja alá, és nincs időnk arra, hogy ez tárgyalás alatt van mind a kettő. Nagyon titkosan folynak a tárgyalások, tehát nagyon nehéz részleteket megszerezni, de ha az ember időnként előkeresi ezeket a vázlatokat, amik időnként megjelennek, akkor egészen elborzasztó dolgokat lehet találni benne. Csak a lényeget emelem ki, mert így több száz oldalról van szó. Tehát a járványokat egységesen kell kezelni. Teljesen egységesen, mindenhol ugyanazok a szabályok vonatkozzanak arra, hogy hogyan kell járványokat kezelni. Teljes globális hálózata van ezek szerint, a tervek szerint a WHO-nak, minden országban jelen vannak, és ott adott esetben irányítják a helyi választ az egészségügyi eseményre. Nagyon nagy hívei a digitális megoldásoknak, és ehhez kapcsolódik az, hogy most június 5-én volt a nagy bejelentés, hogy a WHO létrehozta Global Digital Health Certificate, a globális digitális egészségügyi tanúsítványt, méghozzá az Európai Unió COVID paszportján, COVID, digitális COVID útlevelének a mintájára, ők együtt dolgoztak, együtt jelentették be. Ez lenne a világszabvány, hogy mindenkinek legyen egy ilyen digitális személyigazolványa, mondjuk így, amin persze nem csak COVID-dal kapcsolatos, hanem az összes oltással, az összes egészségügyi eljárással, az összes gyógyszerrel és egyéb dolgokkal kapcsolatos információ, ez ott lesz rajta, és ettől függ, hogy ő tud utazni, nem tud utazni, hova tud menni, mit tud csinálni. Ezt nagy győzelemként könyveli el a WHO is, meg az Európai Unió is, amelyik nagyon erőlteti azt, hogy ezt ugye mindenütt el kell terjeszteni, és mindenki tegye magáévá. Aztán nagyon fontosnak tartják azt, hogy a WHO kezében legyen az a döntési jog, hogy ő mondja meg, hogy mikor van világjárvány, tehát ő a felelőse annak, hogy ezt kijelentse. Ha ő azt mondja, hogy most világjárvány van, akkor az ő rendelkezései megszűnnek egyszerűen tanácsok lenni, kötelező érvényűek. És ott állítsuk párhuzamba az Európai Uniónak az új migráns paktumával, ugye, ami nyilván másról szól, de ők is az előző vázlatban még benne volt az, hogy majd ők mondják meg, hogy mikor van migránsválság, tehát jelenik meg nagyon nagy tömegben migráns áradat a határokon, és akkor kötelező érvényű rendeletet hozhat az Európai Unió vezetése, hogy melyik országnak hány migráns kell átvenni. Ez most a legutolsó tervezetből úgy látom, hogy eltűnt, viszont az van helyette, hogy igen, ők senkit nem kényszerítenek rá arra, hogy átvegyen migránsokat, fizikai migránsokat, fizessen helyette ugye migránsonként 20 000 eurót, de beléphet a másodlagos szolidaritás, én az angolt olvastam, ott úgy szerepel, hogy secondary solidarity, aminek az a fordítása, hogy másodlagos szolidaritás, ami azt jelenti, hogy ha nincsen elég vállalás, akkor igenis ők elrendelhetik a kötelező szolidaritást.
Önmagában a szó is ellentmond. Hát, ugye ez teljesen Orwell-i igaz, hát mi ebben a szolidaritás, hogy megmondják egy országnak, hogy köteles átvenni innen-onnan, amonnan, akárkit, és nyilván ők fogják, tehát a nyugati országok, a nagy országok fogják megmondani, hogy kinek milyen migránsokat kell átvenni, tehát a németek majd kiválogatják ugye azokat, akiknek szakmájuk van, vagy hiány szakmájuk van, vagy egyetemi végzettség, nem, ilyenek már nem nagyon jönnek, de mondjuk a képzettebbeket, hát ide Kelet-Európában megjöhet a többi, igaz? Aztán etessük őket, megéljünk a következményekkel. Na most, azért hoztam fel a migráns dolgot a WHO mellett, mert ugye teljesen látható, hogy igazából a világkormánynak a különböző intézményrendszereit látjuk kiépülni, és mindegyiknek az a lényege, hogy valamilyen központi szervezet fogja az országoknak megmondani, hogy mit kell csinálniuk, hány migránst honnan kell befogadniuk, vagy milyen oltást kell belenyomniuk a lakosságba, vagy milyen utazási korlátozásokat kell bevezetniük, és hát lehetne sorolni tovább. Na most itt teljesen eltűnik a nemzeti szuverenitás, a nemzeti önállóság, és nagyon csodálkozom azon, hogy itthon nem beszélnek a WHO tevékenységéről, sőt, ilyen eldobált újságcikkeket találok, hogy a magyar illetékesek találkoztak a WHO regionális képviselőjével Németországban, és teljes együttműködésről tesznek szándéknyilatkozatot, mindenben együtt fognak működni. Hát én nagyon remélem, hogy nem. Ez az ország megélte már a diktatúrát sokszor és sokféle formában. Tényleg szeretnénk ezt a következőt, ami talán minden eddiginél elnyomorítóbb és szörnyűbb lenne? Yeah. Tehát hogy fogja már a WHO eldönteni, hogy Magyarországon milyen egészségügyi intézkedéseket kell vagy nem kell tenni? És kik ezek a megválasztatlan emberek, akik nem tartoznak felelősséggel a magyar állampolgároknak, míg elvileg egy magyar kormány igen. Elvileg igen. Yeah. Na de ezek Brüsszelben, meg Genfben, ahol a WHO székhelye van, tehát ezek a nagy nemzetközi szervezetek, akik majd igazgatják az életünket, ők nem elszámoltathatóak. És ennek a népnek nagyon fel kellene ébrednie, hogy mi készül itt. Mi már sok diktatúrát megéltünk. Tényleg akarjuk ezt a nyakunkba? Nagyon csodálkozom, hogy sem az orvosi kamara, sem az egészségügyminiszter, sem a politikusok, sem a parlament. Miért nem beszélünk erről? Miért nem tudják az emberek, hogy mi történik és mi készül? Hát ez egy hatalmas veszély. És ugye kell felmerül az emberben a kérdés, hogyha esetleg egy ilyen tervezet létrejön, kötelező szabályok lépnek érvénybe, és ha egy ország azt nem teljesíti, hát akkor annak mi a következménye? Hát látjuk itt az Európai Migráns Paktumnál is, hát már szankciók vannak meglebegtetve, mert ha fizetni kell érte, azért azt ne nevezzük kiváltásnak, az inkább egy büntető adó. Ez egy büntető adó, és főleg olyan országoknál, amelyek nincsenek olyan nagyon fényes gazdasági helyzetben, mint például mi, meg a többi közép-európai ország, ez büntetés. Hát egész egyszerűen hívjuk annak, ami büntetés. De ugye, amit említettem, azt se szabad elfelejteni, ezt a másodlagos szolidaritást, ami azért fenntartja a lehetőségét, hogy ők megállapítsák, hogy olyan helyzet van, hogy bizony mégiscsak eloszthatnak migránsokat, és azt kötelesek vagyunk átvenni. Hát a teljes és tökéletes diktatúra, és a tökéletes megsemmisítése a nemzeti önállóságnak. Erről beszélni kell, és arról is beszélni kell, hogy bizony nagyon erős koalíciót kell létrehozni, tehát most a lengyelek és mi szavaztunk ellene, úgy tudom, hogy Szlovákia tartózkodott, meg Bulgária is, talán ebben nem vagyok biztos. Tehát volt néhány ország, aki tartózkodott. Na most itt a közép-európai régióban legalább tömböt kell létrehozni ennek az ellensúlyozására. Ugye a nyugat-európaiakra nem számíthatunk nyilván, és az olaszokra sem. Ők azt szeretnék, hogyha ezt mindenki elfogadná, mert akkor ők megszabadulhatnának a saját migránsaiktól. Ugyanezt szeretnék a szerencsétlen görögök is, akiket elöntik a migránsok, és ők sincsenek fényes gazdasági helyzetben. Ugye hát, amit az Európai Unió művelt velük a pénzügyi válság után, az egészen rendkívüli az európai történelemben. Tehát itt diktatúra készül,
nagyon komoly, nagyon veszélyes következményekkel, vagy sikerül tömböt szervezni és ellenállni, vagy én továbbra is azt mondom, hogy bizony meg kell fontolni a kilépés gondolatát. Mert ez a satú, ami kezd rajtunk összeszorulni, ez csak tovább szorul. Tehát itt nem fogják elengedni ezeket a megkezdett momentumokat, mert ez az elit, aminek hívják őket, tehát az uralkodó osztály nagyon fél. 2016-ban megválasztották Trumpot, megszavaztuk a Brexitet, a közép-európai országok nem vették át a migránsokat, úgy, ahogy ezt elvárták tőlük. Ezek azt mutatják, hogy bizony nem megy olyan egyszerűen ez az új világrend, mint ahogy elképzelték, tehát fel kell gyorsítani, és nyomást kell gyakorolni az ellenkező országokra, politikusokra, egyénekre, hogy minél gyorsabban ezt végre tudják hajtani. És ugye a migráns paktumot is azért kell erőltetni, hogy nagyon gyorsan megtörténjen, nehogy az emberek észbe kapjanak és ellenálljanak, és ugyanez vonatkozik a WHO-ra is. És főleg ilyen gazdasági helyzetben, amit teremtettek az elmúlt évtizedek neoliberális gazdaságpolitikájával, az állandó pénznyomással, ami úgy szintén most már nagyon régen folyik, és a szankciókkal és az orosz-ukrán háborúban való részvétellel. Infláció van, nagyon magas államadósság van, és nagyon komoly szegény rétegek alakultak ki, akiknek nem sok vesztenivalója van. És még a következő eleme ennek a diktatúrának a jegybanki digitális pénz, amit úgy szintén erőltetnek, az amerikaiak már most júliusban be akarnak vezetni egy ilyen kísérleti digitális pénzt, egyelőre ugye párhuzamosan, és ez nagyon jó lesz mindenkinek. Mint a bitcoin, olyasmi lenne? Nem, a bitcoin az más. A bitcoin, ez igen, tehát a jegybanki digitális pénz az nem bitcoin, hanem az azt jelenti, hogy ahogy elképzelték, megszűnik a készpénz, nem bitcoin van, tehát nem ilyen módon bányászott pénz van, hanem mindenkinek van egy számlája a jegybanknál, vagy mondjuk a jegybank által kinevezett testületnél, és csak digitális formában létezik az ő számlája. Tehát nem mehetek oda az ATM-hez, hogy felvegyek 100 000 forintot, és elköltsem, ahol akarom, hanem csak is digitális formában férek hozzá a pénzemhez, és költhetem el. Most mi ennek a haszna? Hát ők azt mondják, sok haszna van, semmi haszna nincsen, hanem az az értelme, hogy ez tökéletesen követhető, igaz? Tehát akkor azt is tudni fogják, hogy az ember hol ivott egy kávét, vagy hol ült be egy színházba, mit nézett meg, ez nagyon fontos, igaz? És azt is tudnunk kell, hogy nem csak a követés része ennek a pénznek, hanem a programozhatóság. Tehát de így meg lehet szüntetni a korrupciót. Igen, ez a szöveg, de hát látjuk, hogy nem lehet megszüntetni a korrupciót, mert ugye egy szabály vonatkozik a kis emberekre, és egy más szabály vonatkozik a nagy emberekre. Ezt semmi nem mutatja olyan jól, mint hogy mi folyik az amerikai kormányban. Ugye? Gondolom nem akarja, hogy belemenjek ezekbe a részletekbe, mert akkor még sokkal sokáig... Egy-két példát nyugodtan mondhat. Hát ugye itt tulajdonképpen két példát is lehetne mondani, mert Trumpot, ugye volt elnököt Trumpot, most ismét vád alá helyezték, mert az elnöksége után állami dokumentumokat tartott a floridai birtokán, amit elvileg nem lett volna szabad, ami azért nem, én nem vagyok jogász, tehát nem akarok a részletekbe belemenni, de elég sok jogászt hallgattam végig, amerikai jogászt, még sztárjogászokat is, mint Alan Dershowitz, aki ugye nagy név ebben a szakmában, és mindenki azt mondja, hogy az elnöknek joga van a titkosságot feloldani dokumentumokon, és ez az ő egyedi joga. Tehát őnek joga volt ezeket a dokumentumokat elvinni, mert már nem számítottak titkosnak, mert ő feloldotta a titkosságukat. Ugyanakkor Joe Biden amerikai elnöknek a Delaware-i garázsában, a korvettje mellett találtak számos dobozt, amiben mindenféle dokumentumok voltak. Olyan dokumentumok is, amik abból a korból származtak,
amikor ő még nem volt elnök, hanem szenátor volt, vagy alelnök, és akkor neki nem volt joga ezeket a dokumentumokat elvinni, hát onnan, ahonnan elvitte. Tehát jogtalanul vitte el ezeket a dolgokat, mert nem volt elnök, nem volt joga hozzá. És tessék, Trumpot ismét vád alá helyezik, méghozzá 30-valahány vádpont van ellene, és börtönnel fenyegetik, ja? És méghozzá kémkedés vádjával, hogy azért vitte el ezeket a dokumentumokat, mert ezek olyan érzékeny anyagok, olyan kényes, hogy nemzetbiztonsági szempontból kényes anyagok, és nyilvánvalóan ő kémkedett. És ugye a kémkedés az egy nagyon súlyos bűn, tehát az ugye valamikor kivégeztek embereket kémkedésért. Ugye teljesen világos és nyilvánvaló. És ezt aki nézi az amerikai tévét és olvassa a médiát, mindenki tudja, kivéve a vádhozó demokrata politikusokat és beosztottjaikat. Ezt azért kell csinálni, hogy Trump ne indulhasson a 2024-es választáson, amit minden emberi számítás szerint könnyedén megnyerne. Nem szabad, nem indulhat, mert csak demokrata jelölt nyerheti ezt a választást azért, hogy folytatni lehessen a háborúkat, meg azokat a különböző üzleti ügyeket, amelyeknek a folytatása, anyagi érdeke a politikusoknak, és ugye az őket támogató nagyvállalati körnek. Ez ennyire egyszerű. Mindenki látja. Mindenki látja. Boris Johnson ellen, ugye nem per folyik, tehát nem ilyen bűnügyi per, de Boris Johnson lemondott a képviselőségről Angliában, ezt gondolom talán bemondták itt is. Azért, mert vizsgálatot indítottak ellene, hogy megszegte a saját maga által hozott COVID előírásokat, vagy sem, kihozta a vizsgálatot, hogy megszegte, és akkor mindenféle büntetést akartak vele szemben foganatosítani. És inkább lemondott. Na most nem az a kérdés, hogy megszegte a saját szabályait, vagy sem, valamennyien tudjuk, hogy megszegte. És itt a kérdés nem is ez lenne egy normális vizsgálat idején, a kérdésnek annak kéne lennie, hogyha ő annyira félt ettől a vírustól, és annyira biztos volt benne, hogy tényleg háromszor karantén alá kell helyezni az országot, tönkretenni, több tízezer kisvállalkozást, tönkretenni emberek életét, stb. Ne is menjünk bele, bezárni iskolákat, gyerekeket megnyomorítani pszichológiailag. Ha ő azt gondolta, hogy ez a vírus ennyire halálos és veszélyes, akkor hogy lehet, hogy ő és a teljes társasága nem féltettől a vírustól, ha pedig tudta, hogy nem kell félni, akkor miért csinálta ezt az országgal? És ezt minden országban fel lehetne tenni ezt a kérdést. De mindenki tudja, hogy igazából nem fogják ezt a kérdést feltenni, hanem azért indították ellene ezt az amerikainál jóval ártatlanabb eljárást, hogy kizárják a politikai életből, mert valószínűleg megnyerné a választásokat. Azért nyerné meg a legközelebbi választásokat, azért, mert az emberek, akik azért olyan nagyon nem tájékozódnak, ő hozzá kötik a Brexit megvalósítását, hogy legalább jogilag kivitt minket az EU-ból. És ez olyan erős politikai támasz neki, hogy valószínűleg megnyerné, és a szándék az, hogy ő ne nyerhesse meg a következő választásokat. Na de még egy picit visszakanyarodok itt a digitális pénzhez. Igen. És azzal kapcsolatban kérdezném, hogy ugye akkor ez pontosan mit jelent, tehát a követhetőség, hogyan és lehet párhuzamosan bevezetni, és hogy az, hogy ez Amerikában esetleg mondjuk népszerűvé válhat, az ránk itt Európára van-e hatással, és hogy látja, hogy van arra esély, hogy ez ilyen globálisan akár kelet felé is elterjed? Hogyne. Hogyha megnézi a híreket a világ különböző pontjain, erről mindenütt beszélnek, és majdnem minden kormány igyekszik ezt bevezetni. Hát ez csak Kínában már egyes tartományokban megvalósult. Nigériában már régen bevezették. Az indiaiak be akarták, de még nem sikerült. És nem csak Amerikáról van szó. Hát Christine Lagarde, ugye a az európai, volt, a, ugye? Igen, de most az Európai Központi Banknak a vezetője állandóan a digitális pénzről beszél, hogy ez milyen csodálatos és milyen jó. És ugye hoztak valami törvényt, nem is olyan régen, hogy aki 1000
Nem vagyok az összegben biztos, 1000 talán, de lehet, hogy egy kicsit több, de nem nagy összegről van szó. Aki 1000 eurónál nagyobb összeget készpénzben fizet, az büntényt követel. Nem lehet készpénzben fizetni. És ugye a digitális pénznek az a hatalmas előnye, hogy egyrészt követni lehet, ki mit, hol, kivel vesz, használ, stb., mire költi a pénzét, és programozható. Tehát beprogramozhatják úgy, hogy ha helytelen politikai nézetei vannak valakinek, akkor levesznek a számlájából. Vagy ha nem arra költi, amire kéne, akkor levesznek a számlájából. Vagy csak bizonyos dolgokra költheti, tehát mondjuk taxira nem, vagy repülőjegyre sem, vagy egy jó marha szeletre sem, igaz? Mert hiszen az árta az éghajlatnak. Nem klíma semleges. Nem klíma semleges, pontosan. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és ismét a teljes rabszolgasságnak az eszköze, és én döbbenten hallom, hogy itthon is próbálják ezt bevezetni, és megint az a kérdésem, hogy nem volt már nálunk elég diktatúra? És miért nem ébredünk már fel, emberek, hogy ezt nem kell elfogadnunk. Nem kell elfogadnunk. Nem kell. Ugye, amikor a szovjet csapatok itt voltak, akkor nem nagyon sok mindent lehetett csinálni, amint ezt 1956 ékesen bizonyította, mert hát mit lehetett csinálni. De azért most nem egészen ilyen a helyzet. Hát legalább meg kellene szólalni, hogy köszönjük szépen, nem akarunk digitális pénzt, köszönjük szépen, nem akarunk WHO diktatúrát, nem akarunk belépni ebbe, és semmiképpen sem akarunk EU-s migráns paktumot és kötelező migráns átvételt. Ugye a digitális pénz még egyelőre, most úgy tűnik, hogy ilyen nemzeti hatáskörben van, ha jól gondolom, mert egyelőre még ilyen közös... Habár ezek, amit említettem, hogy bizonyos összeg fölött nem lehet... Magyarországon is van ilyen szabály. Olyan, hát mert ez EU-s szabály. Hát amit az EU elrendel, azt nekünk végre kell hajtanunk. Az EU elrendelte, hogy az RT orosz tévécsatornát nem lehet nézni. Nálunk se lehet nézni. Nem lehet. Mert amit ők elrendelnek, azt itt végrehajtják. Azért mondom, hogy fel kell ébredni, hogy ez a tagság nekünk olyan nagyon sok jót nem hoz. És egy egészen kemény és eddig nem látott digitális rabszolgaság. Rabszolgaság. Hát amikor az ember nem rendelkezhet a saját pénze fölött, az ember nem rendelkezhet a saját teste fölött, hanem azt kell csinálnia, amit majd a WHO eldönt. Ha azt mondja, hogy ezt szurassam magamba, akkor ezt kell magamba szuratni. Ha azt mondja, hogy azt vegyem be, akkor azt kell bevennem, mert különben leveszik a pénzemet a digitális számlámról. Tehát ezek összekapcsolódó dolgok. Ezt meg kell látni, ezek halálosan veszélyes dolgok. Na hát a kilépést említette most itt az utolsó egy pár mondatában, hát arról egy külön műsort lehetne csinálni, mert megérne annyit, hogy az ember tényleg a mérlegnek a két serpenyőjébe belepakolászta azokat, amit eddig lehet tudni. És lehetne róla műsort csinálni, hogyha akarnak. Amit most elmondanék, tényleg csak egy mondatban, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy amikor én azt mondom, hogy ki kell lépni, az egy hebehúrgya kijelentés, mert ugye valahova tartozni kell, tehát több kifogás merül fel. Muszáj valahova tartozni, ha nem a liberális, gazdag nyugathoz tartozunk, akkor hova, a vadkelethez fogunk tartozni. Ezt nem így kell. Egyáltalán nem így kell tekinteni. Tehát nagyon érdekes, hogy azért itt sikerült az emberekbe beleverni többnyire azt, hogy képtelenek vagyunk önálló létre, és nyilván így nem. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy ja, én holnap kilépek. Ezt így nem lehet csinálni, mert olyan mértékig vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, gazdaságilag és egyéb módon is, hogy ezt így egyik napról a másik. Én mondom, aki egyébként szeretnék kilépni, és aki nagy Brexit párti voltam és vagyok. De azt mondom, hogy ezt meg kell tervezni, ezen gondolkodni kell, ezt meg lehet csinálni, de ehhez stratégiai tervezés kell. Tehát nyilván nem azt gondolom, hogy most 24 óra alatt vegyük a kalapunkat, már csak azért sem, mert itt NATO főparancsnokság van, és nem vagyok benne biztos, hogy a NATO nem védene meg minket saját magunktól. Legyen ez a végszó, és mindenki gondolkodjon rajta, és mi meg szívesen látom legközelebb, hogyha tudunk egy kicsit ezekbe a kérdésekbe is mélyebben belemenni. Hossó Andrea közgazdász volt a vendégem. Köszönöm szépen.